Köszöntöm nézőinket, Önök a Gyöngyösi Városi Televízió nemzetiségi magazinjának májusi adását látják. Mai műsorunkban beszámolunk egy Gyöngyösön nyílt roma kiállításról. Ellátogatunk Jászárok szállásra, ahol jótékonysági koncertet szerveztek egy mozgássérült helyi fiatal számára, és megismerkedhetnek két japán lánnyal is. Tartsanak velünk! Kitörés, lehet kiút, van kiút címmel nyílt kiállítása a Gyöngyösi Károly Róbert kampuszon. A rendezvény az Egri Eszterházi Károly Egyetem roma szakkollégiumával együttműködve valósult meg, s célja, hogy bemutassa azon fiatalok munkásságát, akik tehetségükkel és szorgalmukkal bebizonyították, hogy hátrányos helyzetük ellenére is megállják a helyüket az életben. Több mint 5 éve működik roma szakkollégium az Egri Eszterházi Károly Egyetemen. A szakmai műhely célja, hogy segítse az olyan értelmiségi roma fiatalokat, akik felelősséget éreznek és hatékonyan tesznek a cigányság felemelkedéséért és a roma-magyar együttélésért. Dr. Bujdosó Zoltán, a Károly Róbert Campus főigazgatója köszöntő beszédében elmondta, nagy öröm számára, hogy Gyöngyösön nyílhatott meg ez a kiállítás. Ez egy Egri központban működő szakkollégium, amelynek a célja az, hogy a hátrányos helyzetű és vagy roma fiatalokat felkarolja, az egyetem hátrányos helyzetű hallgatóinak kollégiumi elhelyezési lehetőséget, tanulási, kutatási lehetőséget biztosítson és ösztöndíjat biztosítson. Elsősorban azért, hogy transfer szerepet játszanak a magyar és a roma társadalom között, tehát igyekezzenek hangsúlyozni azt, hogy igen, a hátrányos helyzetből is eljuthatnak gyerekek oda, hogy akár egyetemi diplomát szerezzenek, vagy a munkaerőpiacon is nagyon komoly helyeken megállják a helyüket. A főigazgató hozzátette, a társadalomnak foglalkoznia kell a hátrányos helyzetű emberek sorsával. Fel kell karolnia a tehetségeket, hiszen nekik meg kell birkózniuk a többség előítéletével és szűkebb környezetük kételkedéseivel is. Azt gondolom, hogy ez egy olyan társadalmi kérdés manapság ma, és itt nem feltétlenül csak a roma-magyar kérdésre gondolok, hanem kifejezetten a hátrányos helyzetnek a hangsúlyozására, amely mindennapjainkban jelen van, és sokszor talán tabuként jelenik meg, tehát úgy van jelen, hogy nem beszélünk róla, tehát magyarul nincs jelen. Ez a kiállítás, illetve ez a mai kis program, én azt gondolom, hogy ennek a feloldására egy nagyon jó példa lehet, vagy egy nagyon jó alkalom lehet. A Gyöngyösi Campus célja, hogy teret adjon az ilyen rendezvényeknek. Ezért is fogadták örömmel a lehetőséget, és a jövőben is részt kívánnak venni a roma szakkollégium eseményeinek lebonyolításában. Mi itt helyi közösségként, Demszki Alma kolléganőm vezetésével azt a célt tűztük ki, hogy itt a campuson is igyekszünk ennek teret biztosítani, tehát egy szakkollégiumnak, egy campus szintű szervezetének a kialakítása mellett döntöttünk, és hát a campusunkban tanuló hátrányos helyzetű hallgatóknak a felkarolása alma mentorálásával lenne a fő célja ennek. Tehát, hogy nem csak Eger központtal, de ugyanígy Jászberényben, Sárospatakon is, Gyöngyösön is, minden négy campuson igyekszünk ennek a szakkollégiumnak teret biztosítani. A rendezvény egyik meghívott vendége és kiállítója dr. Demszky Gábor volt, aki itthon a Világ végén elnevezésű előadásában Michael Stewart daltestvérek című kötetével ismertette meg a jelenlévőket. Michael Stewart, ő a világ legismertebb roma kutatóinak egyike. És hol kutatott, miről írt könyvet? Itt. A Durandó telepen élt a 70-es években, itt nősült, itt született a gyermeke, aki magyarul és angolul is hibátlanul beszél, mert a napanyelve, meg anyanyelve, az édesanyja az magyar, és írt egy fantasztikus könyvet, aminek a címe angolul Song Brothers, magyarul pedig Daltestvérek. Ez a könyv a kultúrantropológiának hívják ezt a tudományt, ez nem szociológia, teljesen más megközelítésben majd mindjárt fogok róla beszélni, vizsgálja a tárgyát, az emberi közösségeket. Ő, Michael Stewart, a világ egyik legismertebb kultúrantropológusa. A könyv nem csak a cigányság helyzetéről és életkörülményeiről szól, hanem mindennapjaikról, vendéglátási, mulatozási szokásaikról is többet tudhat meg az olvasó. A romák hajlandónak
mutatkoznak mulatságúnak tekinteni bármilyen énekléssel és ivással egybekötött összejövetel. A legnagyobbakra és legünnepélyesebbre azonban csak kivételes alkalmakkor kerül sor névnapon, hadseregbe vagy börtönbeindulás napján, vagy a hazatérés napján. A résztvevők ilyenkor olyan különleges magatartást tanúsítanak, írja Missy, Michael Stewart, amelyben az eredeti emberi viselkedés ideális, noha mindennapokban tarthatatlan formája fejeződik ki. Orsós János a Dr. Ámbédkar Gimnázium vezetője saját életének tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. A maga is cigány telepen nevelkedett férfi azt mondja, mindig is fontosnak tartotta, hogy társait segítse és ösztönözze a tanulásban, ami az egyetlen lehetséges út a feljebb jutáshoz. Emellett szerencsésnek tartja magát, mert rátalálta a Gandhi Gimnázium pedagógusaira, akik elindították az útján. Az első tulajdonképpen európai roma nemzetiségi gimnázium, és én ott találkoztam életemben először azzal a megközelítéssel pedagógusoktól, hogy cigány gyerekeknek is le lehet érettségizni és el lehet menni egyetemre. Na most erről nekem semmi fogalmam nem volt, hogy mit jelent az, hogy leérettségizni, és mit jelent az, hogy egyetem. Hiszen a mi telepünkről nagyon kevésnek volt meg a 8 osztálya, nem ám, hogy érettség és a többi. És akkor én beálltam ebbe a sorba és elkezdtem. Az én feladatom az volt, hogy én keresem a tehetséges cigány gyerekeket a Dél-Dunántúlon, és akkor segítettünk neki nem bejutni az érettségit adó intézményekbe, hanem ott megmaradni. És elkezdtük ezt a programot, amit a Gandhi Gymnázium környékén kipróbáltunk, kiterjeszteni mondjuk a arad cigány telepről én éltem. És el kell mondjam, hogy ugyanarról a cigány telepről, ahol sokunknak 8 osztálya nem volt meg, most már ott tartunk, és ez egy 100 fős cigány telep, hogy 12-en leérettségiztünk, hármunknak van diplomája, és hárman tovább vannak benne különböző egyetemeken jelenleg. Hogy van kiút, és ez egy nagyon fontos üzenet. És nagyon örülök annak, hogy egy egyetemen ilyen kisiskolásokat is lehet látni, mert valóban ez a világrendje, hogy ide kell eljutni. Ide kell eljutni ahhoz, hogy mi hasznos adófizető polgárokká váljunk. Az előadások után a Sziráki Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola tanulói adtak műsort. Voltam fent és voltam nekem, te tudod, hogy ez így már egy. Voltam kedves és kedvetlen, de mégsem voltam szemben. Volt, amikor egész jó volt az életem, és én ezt nagyon is kedveltem. Jöttek a bulik, jöttek a csajok, ekkor voltunk igazán a rajok. Tito, hogy ezt kell csihalom, csícer a hajcsi csalom, mura brisbe szokama, mura brisbe zsukina. Elfognak és felkötnek, áldott föddel elfödnek, s halálthozó fű terem, gyönyörű szép szívenek. Engedem, hadd menjen, szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen, nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem. A szívem én, ne ott van belém, csak a te nevedet tudom, amit soha nem kell rád. Ó, aztán voltunk együtt az éjszakát, a két szemed engem úgy elbarát. A fiam, még sohasem voltam gyöngyösen, főleg egyetemen. Egyetem! Nézd meg, hova hoztalak, asszony, téged! Egyetemre a legszebb cipőmet vettem fel! A legszebb ruhát! Látja, anyós, hova hoztam magát? Jaj, nézzetek oda! Mit akar már meg itt a balakannába? Nem kívánni? Muzsikálni? Hát nem hallod, össze-vissza beszél itten! Muzsikálni, meg kunyerálni, ugye? Arra megvan. A műsor után pedig a fényképekből álló kiállítást is megtekinthették az érdeklődők.
Pál Márió jászárok szállási mozgássérült fiatal számára rendezett jótékonysági estet a Jársági Beteg Gyermekekért Alapítvány azzal a céllal, hogy a fiatal rehabilitációját segítsék a rendezvényen befolyt összeggel. Az est során az árok szállási kulturális egyesületek mellett fellépett egyebek mellett LL Junior és csapata, valamint Pál Loretta is. A közel 190 ezer forintos támogatásból egy felállítható kerekes széket vásárolnak majd a fiatalnak. Thomas Hobbes angol filozófus történetével nyitotta meg Jósvai László káplán azt a jótékonysági estet, melyet Pál Márió mozgássérült megsegítéséért rendezett meg a fiú családja és a Jársági Beteg Gyermekekért Alapítvány. Az egyházfő arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy a segítés, az összefogás nagyon fontos a mai világban. Amikor egyszer egyik este London utcáit rúgtak, és belebotlott egy beteg, öreg aggastyámba, aki alamizsnáért könyörgött, annyira megrendült, hogy hatalmas adományt adott neki. Amikor a barátja megkérdezte, hogy akkor is így tettél volna, hogyha filozófus lévén sohasem hallottál volna arról, hogy az elesetteket támogatni kell erről a filozófiai, meg vallási erről. És Thomas Hobbes, ez a kemény szívű ember, aki egész életében az önzést tanította, azt válaszolta, hogy igen. Mert azzal, hogy a másik ember segített, az úgy nyomorán segített. Ő maga is megkönnyebbült. A részvét sürgető érzése megkönnyebbült benne, miután segített a másik emberen. Ez megint csak az bizonyítja, hogy minden ember szívében ott van az a bizonyos alapvető vágy és segítőkészség, amit Isten oltott belénk, hogy nem hagyjuk magunkra egymást. Márió közel 10 éve él kerekesszékben egy baleset miatt. Családja, testvérei mindent megtesznek annak érdekében, hogy jobb körülmények között éljen. Egy nyáron, 2008 nyarán olyan balesetet szenvedett, a konyhában elesett, melynek következtében agysérülést szenvedett. Ez már lassan 10 éve tart, a szüleim egy 24 órában ápolják, feladták a munkahelyüket. Sajnos a megélhetésünk ezért elég szűkös, és most egy felállítható kerekesszékre gyűjtünk, azért jött létre ez a mai jótékonysági est, hogy ezt össze tudjuk gyűjteni és meg tudjuk venni neki, amivel reméljük, hogy ezáltal hamarabb meg fog gyógyulni. Ahogyan a Jársági Beteg Gyermekekért Alapítvány is igyekszik támogatni a fiatalt, emelte ki Bobák Ferenc elnök. Az alapítvány 7 éve működik, és kifejezetten azért jött létre, hogy az árokszállási beteg gyerekeknek segítsen. És elsősorban Pál Márió a kedvezményezettünk, ő rajta tudunk segíteni, amennyire tudunk. Sajnos nagyon-nagyon szűkösek a keretek. Egyetlen bevételi forrásunk van, és ez az adó 1%-ából jövő felajánlásokból ered. Tavaly évben ez 75 ezer forint volt. Sajnos ennyivel tudunk gazdálkodni, ezért jött ez az ötlet, hogy jótékonysági estet adjunk a segítségére. Az eseményen a helyi kulturális csoportok is tiszteletüket tették. Egyebek mellett felléptek a Hidi Tánciskola növendékei, de az árokszállási óvónők kamarakórusa repertoárját is meghallgathatta a közönség. Az idő múlásával egyre több vendég érkezett a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince utcai tornatermébe, és nem véletlenül, ugyanis több híres előadó is vállalta, hogy a Márió rehabilitációjának megsegítéséért tartott eseményre eljön és énekel. Így tett egyebek mellett Kis Palika is, akinek még a Piros Pipacsok Kulturális Egyesület néhány tagja is segített színesebbé tenni produkcióját. A mozgássérült fiatal testvére Loretta is úgy érezte, néhány dallal megtiszteli Máriót. Én
pedig még nem ért véget a fellépők sora, a sokak által nagyon várt énekes táncos LL Junior is ellátogatott Jászárok szállásra, csapatával és fergeteges koncerttel zárták az estét. Junior azt mondja, szívügye, hogy segíthessen másokon, éppen ezért gyakran járnak jótékonysági koncertekre. Az utóbbi 20 évben annyit bulisztunk, és annyi sikert köszöntünk a művészetünknek. És a művészet által, a zene által annyi mindenkit ismerhettünk meg, és nem mindig jóra fordítottuk, úgyhogy ideje valamit visszaadni a közösségnek és Istennek. És azt gondolom, hogy ilyen alap dolog a segíteni a beteg, vagy elesett, vagy hátrányos helyzetű gyerekeknek. És ez megspékeli azt, hogy ifjú kolléganőm testvéréről van szó, Lorettának a testvéréről van szó, akit Jászárok szálláson laknak, és történt van ez a tragikus esemény. Úgyhogy ez ilyen alap dolog emberileg is, meg mint kollega is, tehát minden szempontból. Fontos azonban az is, hogy valóban jó helyre menjen a befolyt összeg, mondja. Ezért csak olyan jótékonysági eseményt vállalnak el, amelyről meggyőződtek. Rossz tapasztalatok is volt már ezen a téren. Meggyőződünk előtte, hogy valóban jó helyre megy, vagy oda megy a pénz, akik rászorulnak, egyébként meg nem. Nem legutóbb, hanem volt egy pár évvel ezelőtt, hogy Gáspalacról elmentünk, és lenyomtuk, tök ingyen hazamentünk, és utána két hét múlva meg rendőrségre behívtak, minket tanúk voltunk, mert eltűnt a pénz. És bizonyítani kellett, hogy mi tényleg jótékos, mi nem kértünk egy forintot, és mondtuk, hogy hát mi segíteni mentünk oda éppen, és valamit a saját családjából vette el valaki a pénzt ott a beteg gyerektől. Azt hiszem a nagymamája kezelte a pénzt, vagy valami ilyesmi. Szóval azóta, ez volt egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, azóta mindig meggyőződünk róla, hogy jó, nem ilyen kamu alapítvány, semmi ilyesmi, és akkor utána egyértelműen vállaljuk. Az esemény végére szinte mindenki táncra perdült. A mozgássérült fiatal számára mintegy 190 ezer forint támogatást gyűlt össze, melyet az alapítvány elnöke személyesen adott át Mário édesanyjának. Ma este önöknek köszönhetően összejött 187 ezer 300 forint, ami nagyon nagy támogatás. Köszönjük. Ezennel az alapítvány nevében átadom Margónak ezt az összeget ebben a kis kazettában. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Isten áldja meg önöket értem. Köszönöm. Japán diákok mutatkoztak be és mutatták be hazájuk kultúráját április végén a Kolping házban. Az EFS Magyarország régiós szervezete minden hónapban egy-egy külföldről érkezett cserediák segítségével nyújt ismereteket a világról. Arról, milyennek látják hazájukat és Magyarországot az itt élő külföldiek. Folytatódott a szakszerűen a világról előadássorozat, amelyben a Magyarországon tanuló külföldi diákok mutatják be saját hazájukat, és ez alatt beszámolnak az itt szerzett élményeikről is. Ez alkalommal két japán lány, Arima Shion és Sayuri Fujioka mesélte a távol-keleti országról és saját magáról. Arima Shion vagyok, Japánból jöttem, és 17 éves vagyok, és a Japánban egy kórus tagja voltam, és ott sok magyar szívtel tanultam, és nagyon akartam Magyarországon énekelni, és most a kórus tagja vagyok, azért nagyon-nagyon örülök. És Japánban egy nagyon hülye barátaim volt, és ő azt kérdezt nekem, hogy hol van a Magyarország, Afrikában van, és azt gondoltam, hogy a japánok semmit tud Magyarországról, ezért akartam Magyarországról tanulni, és
Ugyanakkor gondoltam, hogy magyar emberek sem tud Japánról, ezért szóval akartam Japánról tanítani magyar embereknek. Igen, ezért választottam a Magyarországot. Szaéri vagyok, Japánból jöttem, 18 éves vagyok, és miért ide jöttem? Én akartam jönni Európa Oroszágra, igen, és választottam Európa Oroszágot, és EFS választottam Magyarországon, de először nem tudtam, sajnos, hát hol van a Magyarországon, és de most nagyon örülök, hogy ide jöttem, mert szeretem a Magyarországon, nagyon szeretem a Magyarországon, hát finom a ételet, és nehéz a nyelv, de nem baj, sokat tanultam, most jobban beszélek, és szeretem, igen, mindent szeretem, igen. Mi volt a legfurcsább Magyarországon, amikor ide jöttél? Magyar vicc. Igen, magyar vicc. Igen, hát először nem értettem magyar vicc. Igen, de most értem, és én is mondom magyar vicc. Az előadáson Sayuri és Sion is bemutatta szülővárosát, Oszakát és Toyotavárost, de meséltek a két kultúra közötti különbségekről is. Sion különleges helyzetben van Magyarországon, hiszen egy itt élő kínai családnál lakik. Ennek ellenére alig több mint fél év alatt szépen megtanult magyarul, ugyanúgy, mint honfitársa, de mindketten azt mondják, nagyon nehéz a magyar nyelv. Amikor jöttem, nem semmit tudtam, és a fogadó családom a kínaik, ezért nagyon nehéz, hogy magyarul beszélni vele. És mert ők nem használnak a nyelvtant, de most nagyon akarok nyelvtant tanulni. Ezért iskolában és kórusban sokat próbáltam, hogy magyarul beszélni. És szerintem magyar nyelv nagyon-nagyon nehéz, és hallottam, hogy magyar nyelv legnehezebb nyelv a világon. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz volt, mikor ide jöttem, semmi nem értettem, de mikor Japánban voltam, tanultam magamtól a magyarul, de sajnos nem sikerült. A két távol-keleti lány ezelőtt még soha nem járt Európában, így számukra óriási volt a kulturális és a magyar, valamint a japán mentalitás közötti különbség. A japánok nem olyan sokat köszönnek, például boltban, de magyar emberek nagyon sokat köszönnek. Például jó napot, és szép napot, és köszönöm szépen. Ezért szerintem ez nagyon jó kulturál, és kicsit külön, ez a szerintem különbség a Japán és Magyarország között. Japán diákok nem csinálunk, hát mikor sneeze, igen, de ez nagyon, magyarok nagyon nyitva, igen, és arányos. A magyar diákok nagyon-nagyon vicces, de szerintem kicsit hangosabb, mint a japánok, mert japánok nagyon-nagyon csendesek. Sion a program letelte után szeretne még visszatérni Magyarországra, ugyanúgy, mint Sayuri, akit lenyűgözött az európai építészet és a teljesen eltérő magyar konyha is. Azt mondják, a különbségek nem csak a kultúrában, hanem a gasztronómiában is óriásiak. Ezért az előadáson egy kis ízelítőt adtak a japán ízekből, és azt is elárulták, hogy nagyon megszerették a magyar ételeket. Kedobencem magyar ételet, lecsó, és a kedobencem japán ételet, sushi. Igen, hálát szeretem. Az előadásra ellátogató szépszámú közönségnek kvízkérdéseket is feltettek a diákok, de bemutattak egy japán fagolyós ügyességi, valamint egy körjátékot is.
kedvesség. A két szimpatikus lány az előadás után anyanyelvén is üzent a magyar nézőknek, de nekünk nem kell megtanulnunk japánul, mert szerencsére lefordították a különlegesen csengő mondatokat. Gyöngyösi ni korete totemo ureshi des. Hangari no hitobito wa totemo yasashiku te, Hangari ni koreta koto wo sugoku ureshiku omotte imasu. Nihon ni zenzen kaeritaku arimasen. És mondtam, hogy nagyon örülök, hogy a Gyöngyösre jönni, és nagyon örülök, hogy itt Magyarországon lakni, és nem akarok Japánba visszamenni. Nihon wa sugoi kirei na kuni de, ma hito mo yasashii shi, Nihon ni kureba oishii gohan mo tabereru shi, naka Nihon ni kite kudasai. Eshi meshiyaruk Magyarul. Nagyon Japán. Nagyon szép a város, nagyon szép Olaszország, és emberek, és kedvesek, és finom a kaja, akkor gyeretek Japánba! Önök a Gyöngyösi Városi Televízió nemzetiségi magazinját látták. Ha további érdekességeket szeretnének megtudni a velünk élő nemzetiségekről, akkor tartsanak velünk egy hónap múlva is. Viszontlátásra!